Hajléktalan emberekkel készít operát Collegno zeneszerző. A darab reményei szerint nem csak szórakoztató lesz, de a hajléktalanság helyes társadalmi megítélésében is segít. Vendégem az Egyetlen Hajléktalan című opera ötletgazdája. Rendkívül különleges témáról beszélgetünk. Én még nem is hallottam, olvastam, láttam volna bárhol olyasmit, hogy valaki egy ilyen témához nyúl hozzá, egy mindennapi velünk élő, de valóban nagyon kényes és társadalmilag sokakat megérintő témához, a hajléktalansághoz nyúl hozzá. Van ennek bármilyen háttere, vagy van bármilyen előzménye, akár Magyarországon, akár szerte a világon? Állomáshoz értem, ahol gyakorlatilag minden azt megelőző, tehát kisebb formációkra írtam, és mivel foglalkoztatott elég... Temű volt az igenmondás is, János, az ön részéről, ugye? Hiszen önnek is, hogy két teljesen különböző tevékenysége végül is a színpadon for össze, és az Egyetlen Hajléktalan címszerepés. És annak a menetét meséljük el, hogy ugye ön megkereste azt a magazint, amit ugye a hajléktalanok árusítanak, ez a Fedél nélkül. Igen. És tőlük kért segítséget, méghozzá milyen segítséget? Program, ami az embereket közelebb hozza ez a témához. Azért is tudom mondani, mert az... És itt van már velünk a stúdióban a Nemzet Rozmárja. Sirilla György, Cipán Anett és Berki Krisztián is. Jó reggelt!